Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki pünkös dünnepére készülve, vagy éppenséggel a pünkös ünnepek elmúltával megtekinti ezt a kis filmet, hiszen a kereszténységnek a második legnagyobb ünnepe pünkösd, amikor is húsvét után, 50 nappal a keresztény életünknek egy különlegesen fontos napjára emlékezünk, ami arról szól, hogy hogyan lehetünk bátor keresztények, hogyan élhetjük az életünket ebben a világban bátran, és milyen erősítést kapunk az Istentől, aki bennünket hitünk szerint erre a világra teremtett. Miről is szól Pünkös Dünnepe a keresztény egyházakban? Arról, hogy Jézus Krisztus, aki nagypinteken kereszthalált halt, és aztán húsvét vasárnap feltámadt, nem csupán ezzel a feltámadással akarta megerősíteni az embereket, hanem azzal is, hogy amikor elbátortalanodunk, elcsüggedünk, amikor érezzük az életnek a nehézségét, akkor erőt ad a mi számunkra. Ezt az erőt, ezt a bátorságot 50 nappal, év után, pünkösd ünnepén adta meg az őt apostolainak, tanítványainak, akik elcsüggedtek, féltek, reszkettek, nem tudták, hogy mit kezdjenek abban a világban, ahol hitük szerint Jézus kereszt halála után megvalósult a feltámadás és a mennybe menetel, de valójában mégsem éreztek magukban bíztatást arra, hogy ezt elmondják a többieknek is. És pünköskor a Biblia tanúsága szerint a Szentlélek, a harmadik isteni személy egy olyan erőt adott, egy olyan lendületet az apostoloknak, hogy bátran kimertek állni, azon emberek elé, akik különböző nyelveken beszéltek és értettek, és mégis mindannyian megértették Istennek az üzenetét. Kedves nézők, akár egyetemi hallgatóként, akár érdeklődőként figyeljük most ezt a kis filmet, talán ezen történeti bevezető után felmerül a kérdés bennünk, hogy végeredményben ma mit jelent számunkra pünkös dünnepe. Nem csak egy hosszú hétvégét, hanem sokkal inkább. Az ember életnek egy olyan megközelítését, amely arra akar bennünket tanítani, hogy Jézus Krisztus ma is küldi a Szent Lelket, és megerősít bennünket. A kevésbé vallásos ember, vagy az, aki az életben közömbösen, közönösen él, nagyon sokszor azt mondja, amikor például elkerül egy veszélyes helyzetet, hogy szerencsém volt, mázlin volt, mákon volt, és különböző kifejezéseket használunk arra, hogyha valami jól sikerül, vagy éppenséggel egy szerencsétlenséget elkerülünk. A pünkös dünnepe az azt akarja mondani, hogy Isten mindig is figyel ránk. Persze mindig megkérdezzük, hogy de akkor miért van olyan sok szerencsétlenség, miért van olyan sok háború, békétlenség, miért van oly sok betegember, miért van oly sok nehézség a földi életben, és erre azt szoktuk válaszolni, hogy azért, mert az Isten megörvendeztetett bennünket azzal a szabad akarattal, amelyen keresztül ebben a földi életben bizony nagyon sokszor rossz dolgokkal is kell találkoznunk. De amikor pünkösdre készülünk, vagy a pünkösdi ünnepet felidézzük magunkban egy-egy hétköznap, akkor arra kapunk bíztatást, hogy az Isten mindig velünk van, és nem szerencsét osztogat, hanem sokkal inkább kegyelmet, amit mi a Szent Lelken keresztül hitünk szerint megkapunk. Egy másik érdekes tanítása a pünkösnek, amit a mai világban talán érdemes lenne mindannyiunknak megtanulni, amikor az ember fáradtnak érzi magát, akkor általában koffeinnel, vagy energiaitallal, vagy másféle módon próbálja a szervezetét erősíteni. És ez a pünkösd arról is szól, hogy az embernek nem biztos, hogy elegendő, talán nem is biztos, hogy szüksége van ezekre a pótlékokra, hanem nagyon sokszor egy lelki erősségre lenne szükség amikor egy vizsgai időszakot élnek át az egyetemi hallgatók, vagy amikor az ember az életében megpróbáltatások előtt áll, akkor érdemes arra is gondolni, hogy szánunk elég időt arra, hogy önmagunkkal törődjünk. Terézanya, az egyik legnépszerűbb szent, arra tanította az ő nővéreit, hogyha sokan munkájuk, hogyha elfáradnak a betegek ápolása, a haldokló gondozása közben, akkor ne azt akarják, hogy kevesebb legyen a munkájuk, hanem azt akarják, hogy azt az időt, amit a betegekkel töltenek, azt, hogyha megszakítják és pihennek, akkor minél többet imádkozzanak, Istenhez forduljanak. Hogyha oda mennek a templomba, akkor az oltári szentség előtt imádkozzanak, és így kérjenek erőt a magunk számára. Én azt gondolom, hogy pünkös dünnepe mindannyiunknak erőt adhat, és nem csupán egy hosszú hétvégét akar jelenteni, hanem sokkal inkább azt, hogy az Isten velünk van, és ő erősíti meg a mi életünket, mint egy dopingol bennünket, felemel, és ezáltal akarja azt, hogy életünkben minél több erőt és kegyelmet kapjunk tőle.